református istentisztelet, Kejfel Jancsi, könyv a fazekasságról, késsel fenyegetett. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 25-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a református gyülekezet tagjait a nagy templomban. Engedjük tükröződni Istent a mi arcunkon. Engedjük, hogy az Isten ragyogjon az arcunkról. Ez a legnagyobb és legszentebb feladat az egész földi életünkben egy keresztény embernek. Mert Isten azért alkotott minket saját képére, hogy ő belőle valamit az ő jóságából, az ő szeretetéből, valamit visszatükrözzünk azok felé, akikkel együtt élünk. Akikkel egy családban vagyunk, egy munkahelyen, egy közösségben vagy az utcán találkozunk. Visszatükrözzük az arcunkkal a másik felé Istennek a megbocsátását, szeretetét és kedvességét. Vajon lehetséges ez? Hát, ha most a kedves testvérek elmondhatnák, hogy hányszor előfordult már ez a mi családi életünkben, munkahelyi kapcsolatainkban, hogy az Isten küldte a Szent Lelkét. Már oly sok ideig ott volt bennünk a harag, a békétlenség, és egyszer csak úgy tudtunk elmenni a szerettünkhöz egy-egy családlátogatás alkalmával, mintha nem is haragudtunk volna. Vagy a munkahelyünkön is. Évekig hordozzuk a sérelmeket, aztán a lélek megelevenít, jön felénk, és megnyitja a szívünket, és az arcunk tükrözi Isten szeretetét és megbocsátását. Igen, lehet visszatükrözni az Isten arcát mások felé. A történetünkben lehet Ézsau arca poros és koszos, és lehet, hogy a mi arcunk is gyűrött és megviselt. De Isten mégis kiülhet az arcunkra. Hogy miért? Azért, mert Isten nem szégyelte, hogy emberi testen tükröződjön. Ha szégyelte volna, nem vette volna magára a mi testünket Jézusban. De felvette. És Jézusban Isten arca mosolygott rá az emberekre, amerre csak járt. Jézusban Isten arca mosolygott rá a betegre, a szenvedőre, az utat nem találóra, a tapogatózó vakra. És amikor az Úr Jézus Krisztus felemelkedett a mennybe, maga helyett elküldte a Szent Lelket. Hogy ez az Isten arc visszatükröződés ne szűnjön meg, hanem folytatódjon. Pünköstkor pedig az volt Jézus célja, hogy a Szentlélek által Isten arca, vagyis jelenléte, bűnbocsátó szeretete még jobban eljusson mindenkihez. Isten az ő lelkével betöltötte övéit, ők pedig vitték Isten arcát, vitték a róla szóló evangéliumot, vitték a szabadulás igéjét. Isten ugyanezt kéri ma is. Tükröződni szeretne rajtunk. Szeretne minket betölteni önmagával. Szeretne kiülni az arcunkra. Átragyogni rajtunk. A
Madarász Imre Egyesített Óvoda testnevelés-gyógytestnevelés munkaközössége 24. alkalommal szervezte meg a Kejfej Jancsi ügyességi sport délutánt a Városi Sportcsarnokban, ahol a megjelent óvodásokat, szüleiket Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. A délután során a gyerekek változatos feladatok által fejlesztették mozgásukat, hiszen a mozgás a kicsik számára nélkülözhetetlen hatással van az egész életükre, növekedésükre. A mozgás semmi mással nem helyettesíthető, pótolható. A mozgás megszerettetését, az igényfelkeltését is segítette ez a délután, ahol az ügyességi vetélkedőn a szülőkkel közös csapatjátékokban megtapasztalhatták, milyen fontos az alkalmazkodó képesség, miközben közösségi élményt szereztek a feladatok végrehajtása során. Dr. Nagy Molnár Miklóssal, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatójával egy most megjelent, általa szerkesztett könyvről beszélgettünk. A fazekas szakma régóta várta már a kötetet, amelyben Kántor Sándor és tanítványai kaptak helyet. Régóta tervben volt már ez a könyv, és most a Hungarikum pályázatnak köszönhetően sikerült megjelentetni. Ez elég régóta tervben volt már, és most sikeresen egy Hungarikum pályázatnak köszönhetően sikerült megjelentetni. A városi önkormányzat pályázhatott erre a pályázatra, fazekasság emlékeinek a hagyományápolása, illetve ápolása és fejlesztése címén került benyújtásra ez a pályázat. És ez valóban úgy van, hogy a fazekas házban is már látható, elszellemben készült az új állandó kiállítása, tehát Kántor Sándor, a Kossuth Díjas Kántor Sándor fazekas, és az ő két tanítványának, tehát ifjú Szabó Mihály, F. Szabó Mihály és S. Nagy István munkásságának az ismertetése, bemutatása színes fényképekkel. Azért ők ketten, mert mind a ketten népművészetmesterei, de ugye ugyanígy karcagi származású Kovács László szintén kántor tanítvány volt és népművészetmestere, illetve a karcagi Tiszafüreden dolgozó Szűcs Imre szintén ugyanebbe a kategóriába illik. Tehát ők ugye még ketten mondhatjuk, hogy hál' Istennek élnek és alkotnak, viszont az előző kettő sajnos már nem él, és úgy mondhatjuk, hogy azt mondhatjuk tehát, hogy az ő életművük lezárult. Tehát ezért ezért készült is ez a könyv így. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy F. Szabó Mihályról és S. Nagy Istvánról sok cikk megjelent az évek során, hiszen kiváló alkotók voltak, a figyelem mindig fordult feléjük. De így szerénytelenség nélkül mondhatom talán, hogy így összefoglalóan ennyi még egy helyen nem készült el róluk. A könyvben 140 színes fotó található, főképp kántor munkásságát bemutató képek, tehát a kántori kerámiák, illetve F. Szabó Mihálynak és S. Nagy Istvánnak a kerámiái. Ugye ráadásul S. Nagy István kerámiái sajnos elég kevés számban maradtak fent. Valahogy az ő munkái, ugye az Agyagipari Szövetkezet tervezője volt, és az Agyagipari Szövetkezettel együtt valahol eltűntek azok a munkák, legalábbis nem kerültek be a múzeumba azok a tárgyak, amelyeknek talán itt kellene lennie. De tulajdonképpen amit föl tudtunk lelni, amit bent van a múzeum gyűjteményében, hiszen ez a könyv a múzeum, illetve a Fazekas házban található tárgyakról készült. Kántor Sándor, Kossuth Díjas fazekas és két tanítványa, ifjabb F. Szabó Mihály és S. Nagy István munkásságát mutatja be a kötet. Bár még van két tanítvány, aki jelenleg is dolgozik. Az egyik legdekoratívabb, könnyebben fölismerhető és közismert, az a Miska Kancsó. Ez tulajdonképpen mind a négy tanítványra jellemző, tehát Kovács László és Szűcs Imre gyönyörű Miska Kancsókat készít. Ugyanúgy a két másik, aki a könyvben szerepel, tehát F. Szabó Mihály és S. Nagy István is,
ugyanúgy megcsinálták azokat a miskákat, amiket ugye Kántor egyrészt Tiszafüredről, másrészt Mezőcsáti hagyományból kiindulva készített és alakított a saját formájára. Úgyhogy a könyvben megtalálható maga ez a miskakancsó is, illetve azok az edényfeliratok, amelyeket a Kántor használt. Egy kisebb tanulmányomban én már ezt már megjelentettem a szűk szakma körében, de így könyvbe most van először így leközölve. Kántor Sándor nagyon sok motivumot alkotott. Van, amit tanítványa is ugyanúgy használnak, vagy továbbfejlesztették. A Jászberényi rendőrkapitányság rablás büntette elkövetése miatt folytat nyomozást egy jászladányi lakos ellen. A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. szeptember 26-án az esti órákban az egyik Jászadányi utcában "Állj meg tesó, mondok valamit" felszólítással megállított egy kerékpározó János Hidai lakost. A jogsértő a bicikliről leszálló férfitől a kerékpárját követelte, aki ezt megtagadta. A gyanúsított ekkor a ruházatából egy kést vett elő, majd nyomatékot adva felszólításnak azt a 41 éves sértett nyakához szorította, aki félelmében átadta a két kerekűt. A Jászberényi rendőrkapitányság rablás büntette elkövetése miatt folytat eljárást egy jászladányi lakos ellen, aki a megalapozott gyanú szerint 2022. szeptember 26-án este Jászladány egyik utcájában leszólított egy arra kerékpározót. A kerékpárost megkérte, hogy adja át részére a kerékpárt, aki ennek nem tette eleget. A férfi ekkor egy kést vett elő melegítőjének zsebéből, majd azt a sértett torkához szorította, és azt mondta neki, hogy elvágja a torkát. A férfi úgy megijedt, hogy átadta a kerékpárt. A rendőrök adatgyűjtést követően elfogták, majd előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves helyi lakost, akit a rendőrök gyanúsítottként kihallgattak, majd őrizetbe vették. Előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, melyet a szolnoki járásbíróság nyomozási bírája 30 napra elrendelt. Bejelentést követően a rendőrök elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves férfit, aki rablásbüntet elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozóhatóság a terhelt őrizetbe vételéről határozott és előterjesztést tesznek a letartóztatást indítványozására. A nyomozók az elrejtett kerékpárt kutatás során megtalálták, lefoglalták, azt a tulajdonosának visszaadták. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!